Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szép estét, hétfő este van, egyhát játszunk, úgyhogy ez a mai program, és folytatjuk az Outer Wilds-ot, mert nem megtetszett a játék, úgyhogy most ezzel fogunk játszani. Jó, úgyhogy kezdjük is el. Nagyon jó, meg is vagyunk. Így van. Jó, rendben van. Legalábbis remélem. És akkor folytassuk. Na, hát lassan kezdek rájönni, hogy hogyan is működik ez a játék. Ilyen loopok vannak. És így kell körbe-körbe úgymond menni. Így van, így van. Na, menjünk fel az úrhajóra, mert ott akkor majd megnézzük, hogy hogyan is állunk. Vegyük fel a ruhát. Hát, vagy... Menjünk és utána felvesszük. Na nézzük a logot. Na, azt mondja, hogy... igen, nézzük meg a Ether Rockot. Ezeket szerintem megnézegettük. Ezt a Lunar Ruins-t ezt még nem. Itt a nomályok valamilyen observatórit emlegetnek. Vélem az observatóriban valamilyen... na, beszélek már vissza. Tehát ahol voltunk a observatóriumban, valamilyen eszközt emlegettek. És ott valamit be kéne állítani. Úgyhogy lehet, hogy ezt fogjuk most megnézni. És milyen pletykák vannak? Igen, van ez. Jó, a village... Ja nem, ez a... Aha. Jó, jó, jó. Akkor ezt a ruinst kellene most megkeresni. A campbe voltunk. Lookoutot megnéztük. Harmonika szignál. Aha. Summer on Timber Hars. Jó, ezt is majd megvizsgáljuk. Jó, hát ezt a ilyen romokat kellene megkeresni. Ja. Úgyhogy akkor irány a hold. Kéne egy map. Mi megy ki ennyire mindig. Rálokkolunk a holdra. Csak hogy lássuk, hogy hol van. Ó, hogy is volt, hogy... shift-tel. Itt is van. Ezekre a romokra gondol. Na várjál. Nem, ezek. Hát ezt megnézzük. Oké.
Becseltük a sebességet, és akkor most le kéne szállni. Pontosan. Jó. Jó, oké. Jó, ne felejtsük el a ruhát fölvenni. Na, és akkor gyerünk. Na, és nem látok semmit. Flashlight. Itt vannak a... Hát gondolom a romok. Mindjárt megvizsgáljuk, hogy mi ez. Nem tudom, mi történik. Tegyük el te ide. És másfele néz. Oké. Tegyük át ide. Most egyáltalán nem áll meg. Oké, akkor kivesszük. Mik lehetnek ezek a jelek? Három különböző égitest akkor esetleg, mert mindjárt megvárom, csak kimegy a bolygó innen. Hogy most nagyon beállt arra az irányra. Köszi szépen, Dotte Dant. Bocsi, csak kékkel írta ki nekem itt a neved, aztán alig látom. Nagyon tetszik, de egyelőre még nem tudom pontosan, hogy mi történik, de igyekszem rájönni. Aha. Tehát szerintem ez így becéloz ilyen bolygókat. De mindjárt megnézzük. Elvileg ez most át fog állni ide a napra. Hát nem. Vagy arra, aha. Arra a bolygóra. Ja jó, oké, lehet, hogy azért volt a nap az előbb, mert mögötte volt ez a bolygó. Meglátjuk. Jó.
Akkor ez állna rá a napra. Ha fogy az oxigén, vissza kell mennünk a hajóra. Aha. Jó. Oké. Menjünk ide le. Ennek örülök, hogy itt vannak fák. Ó, itt van szöveg. Aha. A nap, a Giant's Deep és a Brittle Hollow. Akkor ez az a három égitest, ami... amire így rááll, ha jól értem. Ja, és ez volt az a negyedik, amikor csak forgott össze-vissza. Ice Signal Locator. Igen. Kövesse a szemjelét. Hát, szignál. Oké. Jó, tehát az gyanítja, hogy rosszul állították be. Aztán végül is arra jutottak, hogy végül jól van bekalibrálva, valami más lehet akkor a hiba. Ah, tehát az univerzum szemét keresik. Eye of the Universe. Oké. Okay. Jó. Rendben van. Aha. Jó, tehát akkor ilyen égi testeket kerestek. Vagy hát valami, de hát pontosabban a Eye of the Universe keresik, és akkor építették ezt a gépet tulajdonképpen. Ja, nem ezt akartam. Jó. Hát itt semmi. Itt van egy tekercs. Tehát a Brittle Hollow déli sarkáról is valamilyen infót be tudtak szerezni. És aki előttünk itt volt, az mondja, hogy akkor oda megy. Aha. Jó, hát a Brittle Hollow déli sarkára ment akkor tovább. Értem. Jó, hát ahogy látom, itt más nincsen. Ez a tekercse mit lett most? Hová? Nem ezt akartam. Még gondolom a hajóra föl lehet vinni. Jó, hát akkor menjünk. Reméljük nem maradtam le semmi infóról. Menjünk vissza a hajóra. Itt a hajó.
Jó. Ezt nem lehet letenni valahova. Na mindegy, nézzük a logot. Jó, na itt mi történt? Oké, there's more to explore here. Jó, és ez a Rebek tovább, Rebek ment tovább a Brittle Hollow-ra. De akkor ez most Eye Signal Locator. Már azt írja, hogy itt még van mit felfedezni. Hát az kérdés, hogy itt vagy máshol. Na, várjál. Hát, fene se tudja, na, mindjárt akkor megnézem, hogy mi van még itt. Na, Quantum Moon. Ja, igen. Igen, ez a Quantum Moon, oké. Okay. Eltűnik a hold, ha senki se nézi. És, hát ez egy másik vonal, akkor ezen most nem foglalkozunk egyelőre. És itt még van egy, ez a Gabbro. Jó, hát ő pedig a Giant Deep-re ment vissza. Na. Jó. Ha már itt vagyunk, akkor ez még... meg kéne vizsgálni. De lehet, hogy ez se itt van. Hát akkor lehet, hogy a Timberheart-ra kellene elmenni emiatt. De mindjárt megnézzük, hogy akkor mi van még itt a térképen. Jó, hát itt... igen, itt a harmonika. Jó, ez ugyanaz, hogy a Timberheart-ra kéne menni. Akkor itt az Etherrockon. Hát itt még van mit felfedezni. Jó. Itt voltunk az Estwinen. Hát meg az Embertwinen is, de... jó, akkor itt még körülnézünk okvetlenül. Hoppá. The Sun Station. Később megyünk erre is. Jó, és akkor itt a Brittle Hollow, meg a holdja, illetve a Giant Deep. Dark Rumble, itt van valami üstökös. Meg a Quantum Moon, ami eltűnik, hogyha senki nem figyel. Jó, hát akkor ha már itt vagyunk az Etherrockon, akkor csak meg kéne még nézni, mert itt írja, hogy valamit még itt... meg fel lehet fedezni. Csak nem tudom, hogy mit. Na mindegy, főtesszük a... aha, oda kiteszi a hádra. Na, akkor menjünk. Itt a Eye Signal Locator. Óvatosan kell ugrálni, nehogy... aha. Hát, na jó, de...
Jó, hát ez néz a nap felé. Így van. Tapatosan. Őszintén megpróbálom akkor emide, mert ezek semmi, hogy itt történik-e valami, de ezek csak, ugye ez az, amikor forog össze-vissza. Mert nem találja Eye of the Universe-t. És megáll. Ja, mert átrögtem el ide. Jó. Hát fogalmam sincs. Öreg meg itt fütyül. Lehet még valami információ kéne, aminek nem vagyunk birtokába. Kis oxigénnél lemegyünk. Meg ez a zajok, hogy... Nagyon érdekesek. Ez egy tekercse, nem lehet valamit csinálni.
Tehát az embertwinen kezdtek el egy újat. Hát egy Quantum Moon lokátort építeni. Tehát az volt a kérdés, hogy ezt az új lokátort hol építsék meg. És itt már mondja a kolléga, hogy ott az embertwinen építettek egy ilyen Quantum Hold lokátor, de nem nagyon, tehát nagyon nehéz volt, mert közel van a nap. És emiatt nem javasolja, hogy ott épüljön meg. Aha. Viszont a Brittle Hollow-on van egy ilyen hely, ahol érdekes lehet. Talán ott sikerülhet. És akkor el is döntötték gyakorlatilag, hogy oké. Okay. Oké, okay, tehát a Brittle Hollow déli pólus. Déli sarkon. Oké. Okay. Jó, hát akkor ezt kellett még elolvasnunk. Jó, mély levegő, aztán mehetünk. Gondolom legalábbis, hogy ez volt, ami még így információként hiányzott. De mindjárt visszamegyünk a hajóra és megnézzük. Oké, ruha le, na nézzük. Aha, így van. Így van. Akkor már nem kell a marker, és akkor Southern Observatory. Akkor a Brittle Hollow-ra kéne most utazni. Kövessük ezt a vonalat, szerintem. Ott is úgyis van egy pár dolog, amit meg kell tennünk, és akkor elvileg itt az Ether Rockon már nem nagyon van mit nézni. Ja. Akkor irány a Brittle Hollow. Legalábbis én úgy gondolom. Na, nézzünk egy térképet. Hát most pont messze van. Kuba messze van. Opa! Nekünk jött a hold. Na jó. Akkor... Hát most gondolkodok, de... Hát, hogy mondom, arra kéne. Pont jön szembe, elvileg. Óvatosan. Na csak, hogy tudnám, melyik a déli sarkja. Majd mindjárt kiderül.
Elvileg leszálltunk. Jó, ruha. És mehetünk. Na. Hát nem a déli sarkon vagyunk. Megpróbálunk eljutni oda, mert nem a legjobb módszer a gyaloglás. Meg hát ugye 100 lépésnél messzebb van, járművel kéne menni. Hova? Megyünk, megpróbálunk inkább űrhajóval. Ott egy másik űrhajó. Ha. Próbáljunk meg ide leszállni. Véget ért a loop, úgy gondolom. Oké. Na mondom, a déli sarkra kéne eljutni. Mindenképpen. Csak megnéztem valamit. Oké. Nem tudom, minek vettem fel. Még előbb oda kéne, el kéne jutni oda. Jó. Na, hol vagyunk? Ott a Brittle Hollow.
Megvárjuk. Vagy nem közelít. Közelít. Ja, közelít. Jó, hát egy percet várunk. Mert akkor egyszerűbb átjutni, ha közel vagyunk. És akkor tényleg a déli sarkot kéne becélozni. Csak melyik a... Hát... Talán az a déli sark. Menjünk, mert elmegy. Na, ez már olyasmi. Óvatosan. Jó, leszálltunk. Ruha. És mehetünk. Na, ez már valami olyasmi. Igen, ez már valami olyasmi, mint ami amott is volt. Igen, van itt valami épület. Óvatosan kell, úgy tűnik. Fogadjunk, hogy a bejárat a túloldalon van. Nyilván. Oké. Ó. A földi maradványai, vagy földi? Maradványai. Oké. Na. The Hanging City. Oké. Whitehall Station. A Brittle Hollow túloldalán van. Nem, a Brittle Hollow fekete lyukjának túloldalán. Oké. Meglepő eredményeket kaptak. Oké, és akkor most visszatérnek a fehér lyuk állomásra. Jó,
Mi van még itt? Tehát ilyen fekete lyukakkal utaznak. Érdekes. Na nézzük még itt szét. Mindjárt megnézzük, hogy azok ott micsodák, csak eljövünk erre. De megértem. Jó, oké. Hát nem van itt semmi. Ahogy látom. Úgyhogy akkor megnézzük, hogy mik ezek a... valamik. Aha. Mintha ez valaminek a vége lenne, tehát valaminek a kijárata. A bolygó közepe felől. Ugye megpróbálok lenézni, hát ha van itt valahol egy repedés. Hát lehet, hogy valami tök más az. Eléggé szét van esve ez a bolygó egyébként. Honnan lesz erre mindjárt kifogy a oxigén is, úgyhogy lassan vissza kell mennünk. Nem látok semmit. Hát lehet, hogy akkor majd a bolygónak egy másik pontjáról kell azt megnézni. Jó, 3 percre van oxigénünk, úgyhogy akkor gyerünk vissza. Hello, Sorgi. Ja, ott a hajó. Na, megnézzük a logot. A naplót. És kitaláljuk, hogy mi történik. Hát sokkal nem lettünk okosabbak szerintem. Na nézzük. Oké, itt vannak a nomály romok. White Soul Station. White Hole Station. Oké. És itt még van mit felfedezni. Nagyon jó. Oké. És akkor itt a Whitehall Station, amit fogalmunk sincs, hogy mi. De elmegyünk oda. Viszont tényleg ez bosszantó, hogy itt... Na, várjatok. Um...
Northern Glacier. Tehát itt még valamit nem fedeztünk föl. És akkor ezt csak meg kéne nézni, ha már itt vagyunk. Valami még itt van. Úgyhogy akkor ezt megnézzük. Fönn nem voltunk még. Óvatosan. Eltalál valamilyen meteorit. Aha. Igen, itt a romok. Na. Egy Phantom Hold néha előkerül. Akkor ez lenne az a hold, ami eltűnik, ha senki nem figyeli? Nem, ez nem az. Szerintem. Mindjárt kiderül. Hollow's Lantern. Akkor az ennek a bolygónak a holdja. Ami néha eltűnik. Tehát néha elmegy a bolygója. Mi? Tehát nem mindig ugyanannyi idő a holdnak a keringési ideje a bolygó körül. Ha. De arra a holdra gondol? Gondolom. Valószínűleg nem arra a hold. Akkor ez lesz az a hold. Az. És akkor annak ilyen random a keringési ideje. Van ott valami? Semmi. Jó. Hát lehet, hogy az is kell majd valamit csinálni. Óvatosan. De jó, ez is egy info. Mire lesz jó? Azt még nem tudom. Oké. Na és akkor most már tudunk menni ide. Egy Phantom Hold, amely néha feltűnik az éjszakai égbolton.
ugyanezek a nomályok az Embertwinen, tehát a másik bolygón meg azt tapasztalták, hogy eltűnik, amikor senki se figyeli. Jó, akkor most menjünk tovább erre a Whitehall Stationre. Nézzük meg ezt. Akkor ez a fekete lyuknak a túloldalán van. Hát akkor. Fogalmam sincs, hogy mit csinálok. De talán erről beszéltek. Igen, meg itt lett vége az előző loopnak. Úgyhogy akkor leszállunk ide. Stabil. És akkor megyünk. Meg itt van egy űrhajó. Hol az űrhajó? Itt van. Ez kinek az űrhajója? Na mindegy, nézzünk be ide. Nehogy agyonverje minket egy meteorit. Hát meg ha be tudunk ide menni, persze. Ez se biztos. Még lehet, hogy nem is itt kell bemenni, hanem valahol máshol. Jó, tehát nem itt kell, gondolom a tetejére meg nem sok érte van fölmenni. Hát igen. Jó, hát akkor valahol máshol kell bemenni ide. Lehet, hogy itt a bolygó közepéről kéne. Ott a fekete lyuk. Hát meg fogunk halni, attól félek. Az a baj, hogy nem igazán látom. Baszki. Opa. Ship 20 kilométerre, remek. Ez mi?
Nem tudom, valahol a fekete lyuk eldobott minket. Csak fogalmam sincs, hogy hova. Ezek nem tudom mi. Hűha. Oké. Ember Twin Projection Stone. Oké. Olvasunk. Ah, ez a Whitehall Station. Oké. Semmi gond, ha véletlenül beleestél a fekete lyukba, tényleg ne aggódj, mással is megtörtént már. Ez a torony visszatud szállítani a Brittle Hollow-ra. Ez megnyugtató. Oké, tehát a Brittle Hollow-ra szállít ez a torony. Oké, tehát ott a platformon kell állni ahhoz, hogy, hogy jó helyre kerüljünk. Oké, azt hiszem legalábbis. Ja, akkor lehet, hogy ez mutatja, hogy hova megy. Mondom én. Mi van még itt? Jó. És akkor ezt ide kéne tenni. Ez megint itt dűnyög. Ha most fordul valahova, úgy tűnik legalábbis.
Tehát egyszer erre fordul, egyszer arra fordul. Attól függően, hogy hova rakom. Hát de... Az jó, csak... Nem pontosan tudom, hogy hogy jutok haza. Föl kellett nézni. Fasza. Már bocsánat. Jó, jó, jó. Akkor visszajutottunk ide, viszont... Most akkor oda-vissza tudunk utazni. Zsír. Szuper, szuper. Ez nagyon jó. Viszont... Annyi gondom van, hogy a hajó nem... Ah, és akkor most aktív a... a platform. Oké. Oké. Jó. Azt nem tudom, hogy még mi ez itt a kezembe, de... Hamarosan kiderül. Jó, és most tudok utazni ott a Whitehall Station meg e között. Az szuper. De hogy mi ez itt a kezembe, azt fogalmam sincs. Jaj. Lassan lejár az időnk, aha. Jó, jó, jó. Minden világos. Kinda. Na, nézzük meg a hajó logot, megint csak. Uh-huh. Jó, hát itt vagyunk a Whitehall Station. Jó, hát ez, akkor tudjuk, hogy működik, de ott még volt, amit felfedezni. Nem tudom, ami ott volt a kezemben, az micsoda. Az még nem, arra nem jöttem rá. Úgyhogy lehet, hogy oda-vissza kéne menni. Tehát akkor irány a Gletscher. Vagy hát az északi? Hol volt? Északi. Bele a fekete lyukba. Csak nem tudom, hogy ott a... Na. Gyerünk ide vissza, és akkor megnézzük, hogy mi történik, hogy mi van még ott. Jó, messze van. De nem baj.
pikpakot vagyunk. Na várjunk. Túladom volt a romok. És most nem aktív a dolog. Oké, tehát akkor még egyszer be kell ugrani a fekete lyukba. És akkor elvileg eljutunk oda. Ha minden igaz. Csak nem találok oda. Hoppá. Bejárom az egész bolygót lassan. Mert nyilván rossz fele indultam el. Van. Itt is vannak a romok. Ghost matter detected. És az probléma? Ilyennel még nem találkoztam. Tehát ez egy másik utazó volt. Oké. Ez akkor a Ghost Matter. Gondolom. Na jó, nem bántjuk. Viszont valahogy innen ki kéne jutni. Mert még mindig a fekete lyukba kéne.
De akkor egyértelműen rossz fele indultam el. Hát ez nagyon furcsa. Mert már szét volt esve a bolygó. Kb. Mindenhol. Most még... tökre egybe van. Nem furcsa. Lassan vissza is jutunk ide. Jó, akkor lehet, hogy hajóra szállok, aztán elmegyünk azzal. Mert... fogalmam sincs, hogy mi történik. Mondjuk lehet, hogy ha emelre jövök, akkor itt... lehet, hogy itt meg lesz nyitva a bolygó. Kicsit hirtelen volt a dolog. Nem, sincs. Na jó, hajóra szállunk. Jaj, bocsi. És akkor elmegyünk hajóval. Ez miért akartam ezt? Jó. Hát nyilván annyi volt a gond, hogy rossz fele indultam el. Itt van rögtön a repedés. De akkor ezt nézzük meg, hogy ez micsoda. Ugye ez az a... hát igen, ez lesz a... ha jól látom. A Whitehall Station. Óvatosan. Kéne találni a bejáratot.
Igen, hát ezeket már megnéztük. Itt van egy ilyen Projection Stone. És ez nem tudom, hogy mire jó. Jó, visszamegyünk, vagy lehet, hogy itt még körül kéne nézni, hát. És itt olyan sok minden nem tudok csinálni. Az az igazság. A golyót tudom áttenniem ide. Tehát ha kiveszem, tehát akkor is megy ugyanúgy. Ha beteszem em ide, akkor elindul, akkor elkezd a másik irányba forogni. Ez a dolog. Nem tudom, hogy ez számít-e. Nézzük már meg ezt még egyszer. Jó, hát ez csak a működés, hogy hogyan működik. Jó, hát menjünk vissza. Mert itt tényleg én nem látok semmit. És akkor... Ez most már itt aktív. Sincs semmi. Hát benézzünk még oda a házba.
Alattunk 50 méterre. Oda be lehet tenni valamit. Jó, hát ezt is néztük. Jó. Esetleg ezt ide be lehet tenni. Ó! Oh. Na! Igen, a arrival time az előbb is hamarabb volt, mint a departure time. Ha jól láttam. Ami olyan... Téridővel kapcsolatban vannak gondolataik, amik... Hát lehet, hogy máshogy működnek itt. Tehát a High Energy Labben próbálták ezt a kísérletet. Tehát próbáltak egy kísérletet, hogy ezt meg tudják ismételni. És kell még adat, hogy ezt jobban megismerjék. És ez a High Energy Lab az Ember-Twinnek a egyenlítőjénél van. Jó, annyira pici a különbség. A másodpercnek egy százezred része, hogy könnyen lehet az is, hogy a műszerei nem jók. Na mindegy, a High Energy Labben... Opa, a High Energy Labben van további információ. Ha, ide is be lehet ezt tenni vajon? Ja. Nem tudom, mi történik. Ó, ez az Ember Twin. Igen, igen, igen. És ide kellene jönni. Gondolom ez az a műszer, ami ez a High Energy Lab. Aha. És ott a másik Twin, ez az, aki ellopta az űrhajómat a múltkor. Jó, hát akkor ide jövünk. Na. Rendben. Rendben. Hát ezt itt hagyom. Gondolom nem kell már. Menjünk vissza a hajóhoz. Hát oda még be lehet tenni valamit. Nem volt ott semmi. De oda még valamilyen tekercset be lehet tenni. Ha láttátok. Meg itt is van írás. Feldspar tartalék jetpack üzemanyaga.
Hát hagyott itt üzemanyagot, hogy magának is legyen, meg úgy egyébként is. Jó, rendben van. Jó, ez még mindig idegesít, hogy honnan jön, de majd felfedezzük ezt is. Ide lehet még szerintem egy... Ja nem, ezt ki lehet venni. Jó, akkor vissza. Hát hagyjuk itt. És mit csináljak vele? Itt hagyjuk. Jó, visszamegyek a hajóhoz. Lassan lejár a loop is. Teljesen jó szálltam le. Na nézzük a logot, csak leteszem a ruhát. High Energy Lab, oké. Okay. És itt a Whitehall Stationben még mindig van mit. Ja nem, nincs. Jó, oké. Tehát akkor ez volt még itt az érdekesség, hogy a hamarabb odaértek, mint elindultak. Ami hát nyilván fura. De jó, oké is. Jó, és akkor itt a High Energy Lab, ami még érdekes. A másik bolygón. Oké. Tehát az embertőnyre kell mennünk. Így van. Jó, hát... és itt a Brittle Hollow. Hát azért itt van még mit tenni. Itt a Rebek kapcsán. Igen, itt voltunk is ebbe a campsite-ba. Lehet, hogy akkor oda-vissza kéne menni. Hát itt meg... Hát itt vagyunk most. Nem? Ja nem, ez a... Oké. Az a másik, amivel nem tudtunk bemenni. Jó. Na, akkor nézzük meg ezt. És akkor szerintem a loop végéig... Ez úgy aránylag kitart. Hát igen, a medkit az kell, mert... és az egyenlítőnél volt, hát elmegyünk oda gyalog szerintem. Csak nem ebbe az irányba. Most persze rögtön a jó irányba megyek. Na gyerünk. Ez a bolygó így idővel esik szét? Na, mindjárt a loop végére érünk szerintem. És akkor ez így idővel szétesik a bolygó. Szerintem. Mert ennyire nem volt széthullva. Thank you.
Teljesen szét van hullva a bolygó. Még ettől még rohadt jól néz ki, de... Ott is van valami. Ott is van valami. Hát ezeket mind föl kéne fedezni majd, hogy mik ezek. Ja, és vége is itt a loopnak. Na, hát haladtunk azért ma is, mert itt ma megállunk. Jó, továbbra is nagyon rejtélyes, de szuper, szuper, szuper. Úgyhogy mindenképp folytatjuk pénteken. Most már remélem fogok tudni pénteken is streamelni, tehát lesz most már alkalom rá. Úgyhogy mindenképp folytatjuk pénteken, mert nagyon, nagyon tetszik a játék, meg hát űrutazás, hát nyilván tetszik. Jó, úgyhogy én elköszönök. Tényleg nagyon szuper a játék, viszont úgy akkor ma megállunk, és akkor folytatjuk, ahogy mondtam, pénteken. Én hát talán addig fodrászhoz is eljutok. Nem fogok. Jó, úgyhogy elköszönök. Én nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, de legfőképpen itt azt, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb stream szerdán lesz. Valószínű az anno 1800-at folytatjuk. A heti programot látjátok Discordon. A Discord link meg itt van valahol a About. De valahol kattintsatok és akkor ott meg lesz. Jó. Elköszönök, én kívánok nektek további szép estét, kellemes hetet, találkozzunk szerdán. Na, szevasztok!